kormány jó néhány olyan könnyítést fogalmazott meg az elmúlt időszakban, amellyel lehetővé válik az, hogy a tűzifa ellátása Magyarországnak folyamatos legyen, még akkor is, hogyha gáz hiány lép életbe. Nagy István agrárminiszter mellettem, őt kérem meg, hogy pontosítsa, hogy miről is van szó, hiszen tulajdonképpen az elmúlt időszakot a közösségi médiában meg máshol is meghatározta az erről szóló diskurzus, többnyire nem pontos fogalmak mentén. Így van-e? Igen, így van, mert érzékeljük azt, hogy az emberek számára mennyire fontos, mennyire érzékeny téma, és ez nagyon is jó. Szóval látjuk azt, hogy az elmúlt 2-3 év ténykedésünk mennyire visszaköszön. Itt a településfásítási programunknak a sikere, az országfásítás, az a célunk, hogy 23-27%-ára növeljük Magyarország erdővel borított területének arányát, ez Európában egyedülálló teljesítmény, és az, hogy több mint 36 ezer sorfát már elültettünk a településeken, az pedig azt jelentett, hogy minél közelebb hoztuk az emberekhez a fa kérdését, azt az ügyet, hogy a jövőnket, a jövő életterét a fák biztosítják. És persze, hogy most, amikor azt olvassák a közösségi médiában, hogy tarvágásra készülünk, és olyan víziót festenek föl, mintha az összes erdőt kivágnánk, ez bizony óriási tévedés. Csak a tervben előírt mennyiséget vágjuk ki, természetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező területen teszünk csak ilyet, és szakavatott erdészek hajtják végre mindezt, tehát biztonsággal megtesszük is. Azért kell előrébb hoznunk ezt az időszakot, hiszen most ilyenkor aszály idején kemény a föld, sokkal kisebb sérüléssel tudjuk kiszállítani az erdőből a fákat. Másrészt pedig egyszerűen biztosítani kell azt, hogy érezzék az emberek azt, hogy lesz fa, hogy ne vegyék a saját kezükbe a döntés és az intézkedést, mert addig, míg az állam ellenőrzött körülmények között biztonsággal tudja kitermelni, ha ezt az emberek azt érzékelik, hogy nem lesz megfelelő állami válasz a kialakult energiaválságra, akkor saját kezükbe veszik az intézkedést, és akkor ott tényleg majd komoly gondok lehetnek. Ezért született meg az a intézkedés, hogy csak veszélyhelyzet esetére, tehát nem általános jellege, csak veszélyhelyzet esetén előrébb lehet hozni a fának a vágását a vegetációs időszakban. Észak-Pest megye a Börzsöny miatt kifejezetten erdős terület, és az itt élők hozzászoktak az erdőhöz, az itteni munkák is él több évszázada kötik őket az erdőkhöz. Most lehet-e majd tapasztalni valami mást, amit eddig? Ugyanaz lesz, mint eddig. Hiszen zömmel, ami Budapestet is körbevesz, az parkerdő. Tehát ott szó nem lehet arról, hogy ott összefüggő területen fakivágás történjen. Ott már nagyon régóta fenntartható módon úgy történik a fakivágás, hogy észre sem veszik az emberek. Hiszen az a célunk, hogy örök erdő alakulhasson ki, hiszen itt Budapest tüdeje, itt a kikapcsolódásunk helyszíne, a rekreáció, tehát végtelen fontos az, hogy betöltse ezt a szerepet. Szó nincsen arról, hogy azokat a tölgyeseket, bükkösöket, csereseket vágjuk ki tűzifának, ne ragadtassuk el magunkat, mert szó nincsen erről. Tűzifának az akácot és azon gyengébb minőségi fákat vágjuk ki, amely pontosan erre alkalmas. Szó se lehet róla, hogy a butornak vagy az építőanyag számára, építőipar számára megfelelő fákat eltüzeljünk. Sőt, tovább megyek, már olyan híresztelések is szájra kaptak a közösségi médiában, hogy valaki erőmű közelében lakik, és kamion számra viszik a fát az erőműbe. Ez nem újdonság, mert van ilyen. Pontosan az erőművek faanyag igényét a magyar erdőgazdaságok kiállják. Ez terv szerint gazdálkodásban van. Szeretnék eloszlatni valamit. Egy fát kivágni, az nem vétek és nem bűn. Azért ültetjük, hiszen ez egy megújuló energiáról, egy megújuló tőkéről, zöld tőkéről beszélünk. Hiszen gondoljuk bele, egy magánember elültet egy fát. Nem ő vágja ki majd az unokája, de az unoka is elülteti azért, hogy az ők unoka majd kitermelse. De ha abból senki nem fog a végén gazdasági hasznot realizálni, akkor a végén nem lesz, aki ültet fát. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ültetünk és vágunk.
gazdálkodunk ezzel a vagyonnal. De sohasem a tőkét éljük föl, hanem mindig ennek az erdőnek a kamatait éljük föl, és mindig megújulásra, megújításra törekszünk. És ez az, ami garantálja azt, és biztosítéka is, hogyha megnézzük az elmúlt 100 év alatt, a Magyarország erdővel borított területén 10%-on volt erdő, és 100 év alatt elértük azt, hogy 22%-a erdősült. Na, és pedig közben is vágtunk, hiszen a papír, a tető a fejünk fölött, a bútoraink mind-mind fából vannak. Tehát ha nem vágnánk ki, akkor hogyan lennének ezek? De az emberek ezt megszokták tervszerű. Csak aki messze van a természettől, már rég nem járt az erdőben, és akinek azt mondják, hogy akkor most kivágunk egy fát, akkor az úgy érzi, hogy valami nagyon nagy szentségtelen dolog történik. Nem. Az élet normális kerékvágása történik most is. És erre szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy állami erdőgazdaságok, elhivatott erdészeti szakemberek felügyeletével történik az energiaveszélyhelyzet idejére a megoldása a tűzifa biztosításnak.